Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV Tudástér című műsorát látják. A különböző szépészeti beavatkozások nagy divatjukat élik. A hialuronsavas feltöltések, a botox, illetve a mellplasztika a legnépszerűbb kozmetikai és plasztikai sebészeti beavatkozások a nők körében. Mindeközben rengeteg előítélet és félreértés veszi körül azokat, akik igénybe veszik a plasztikai sebészt. Igaz-e, hogy a külsőnk rabjává váltunk? Segít-e a testszobrászat a lelki egészségünkön? Vajon a szépség ideálnak való megfelelés hajtja-e azokat, akik plasztikáztatnak? És jobb lesz-e az élet a beavatkozás után? Vendégem Őri Fanni, pszichológus, a PTE Pszichológiai Intézetének doktorandusza. Fanni, köszönöm szépen, hogy eljöttél beszélgetni. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Nagyon izgalmas a téma, nagyon nagy a téma, ezzel oldalról megközelíthető. Te mit fogsz meg a doktori disszertációdban, mit kutatsz konkrétan, melyik részét? Én is komplexen próbálom megközelíteni alapvetően a témát, hiszen nem lehet kijelenteni egyetlen kifejezett okot arra, hogy mi áll egy ilyen műtét választásának a hátterében. Alapvetően én az evolúciós pszichológiai magyarázókeretből indulok ki, tehát abból, hogy a nők hogyan próbálják elnyerni a férfiak tetszését, hogyan próbálnak minél sikeresebbek lenni a párválasztás piacán, és ezért is választottam a nőket a kutatásomnak a célcsoportjának. Persze ez hozzájárul az is, hogy főleg hazánkban még inkább a nők azok, akik ilyen beavatkozásokat választanak. A férfiak esetében ez a szám még eléggé alacsony, illetve szerintem az ő esetükben még inkább tabu témáról is beszélhetünk. Úgyhogy ez is hozzájárult, hogy a nők jelentik a célcsoportot a kutatásomban. És most első körben én a testtel való viszony szemszögéből, a testkép, a saját testtel való elégedettség témaköréből kiindulva vizsgálom a témát. Viszont most az újabb fázisa a kutatásomnak, az pedig a média használati szokásokat térképezi fel, és ahhoz köti, hogy mennyire nyitottak, hogy milyen attitűddel fordulnak a nők, illetve a középiskoláskorú lányok a kozmetikai műtétek felé. Illetve, hogy hogyan hat a média, talán ez is benne, vagy mennyire befolyásolja a témáról való gondolkodást? Így van, ugye a közösségi médiának hatalmas szerepe van ebben a témában, már csak abból kiindulva is, hogy ha megnézünk egy-egy ilyen plasztikai sebészetnek a honlapját, akkor azok is egyre több és pontosabb és részletesebb információval szolgálnak a potenciális pácienseknek arról, hogy mit választhatnak, mit jelentenek azok a beavatkozások, illetve számos helyen már az is egyre népszerűbb, hogy konkrétan a sebésztől lehet kérdezni, még bármilyen szakmai konzultáció előtt, és ezzel ilyen, hogy is mondjam, ilyen közvetlenebbé teszik ezt az egészet, és azt érzi a potenciális kliens, hogy hát ez milyen megbízható, így biztonságban van. Ez üzleti fogás volna egyébként az egészségügy részéről? Igen, azt hiszem, hogy igen. Hát belegondolunk, hogy szerintem nagyon sokan nem megyünk el úgy étterembe, hogy nem tudunk róla olvasni egy megbízható, szép, rendezett honlapon. Olyan étteret nem választunk, amit nem találunk meg az interneten, és ez szerintem ugyanúgy igaz a plasztikai sebészet területén is. Ez az egyik oldala a közösségi médiának, hogy egyre több tényszerű információhoz férünk hozzá, a másik pedig a közösségi média platformok. Uh-huh. Instagram, Facebook, TikTok, és még sorolhatnám, már a fiatalabb generációk platformét én sem tudom követni, megmondom őszintén, de hogy ott akarva akaratlanul belefutunk olyan bejegyzésekbe, tartalmakba, amik valamilyen módon, ezt ahogyan te is említetted az elején, ezt a szépségideát reklámozzák. Növeli mondjuk az ilyen formán a médiában való jelenléte ennek a témának a nyitottságot arra, hogy szobrászhoz, testszobrászhoz menjünk nőknek? Igen, az eddigi kutatások abszolút ezt mutatják egyértelműen. Már csak az is, hogyha a közösségi médiát használja az ember, az is növeli, viszont az sem mindegy, hogy
hogyan használjuk. Tehát nyilván a Facebookon lehet olvasni számos dologról, nem feltétlenül csak ezek a képek, meg a videós megjelenítés az, amivel találkozik az ember, de mondjuk egy Instagramon vagy egy TikTokon ott minden ebbe a képi világba jelenik meg. Ott ezeknek sokkal erősebb a hatása a nyitottságra, illetve az is, hogy én magam, mint felhasználó, milyen tartalmakat töltök föl. Tehát, hogyha én csak fölteszem a képet, feljavítom kicsit a színeket, de egyébként nem szerkeztek azon, ahogyan én kinézek, az kevésbé növeli a nyitottságot azzal szemben, akik Photoshoppal vagy valamilyen képszerkesztő programmal kicsit manipulálják a megjelenésüket, és emögött az az egyszerű indok áll, hogy a médiában így ők úgy jelenhetnek meg, ahogy egyébként szeretnének. És erre megkapják a pozitív visszajelzéseket, a sok lájkot, stb. És azt szeretnék elérni a mindennapokban is, hogy ugyanezt a pozitív visszajelzést elérjék, és eljutnak odáig, hogy ezt máshogy nem érhetik el, csak hogyha megváltoztatják a testalakjukat, és úgy fognak kinézni, mint a képen. Na most azért elég fájdalmas találkozás ez a valósággal, ugye? A szike által találkozni a valósággal, az azért fáj. Testileg is tud fájni, és lelkileg is tud fájni, és nem ellene beszélek ezzel a beavatkozásomnak, csak hogy ennek van egy természetes következménye, vagy velejárója. Kérdésem, hogy mi a tapasztalatod, mennyire felkészültek azok a hölgyek, akik ilyen beavatkozásnak fejtik alá magukat, azzal kapcsolatban, hogy mi vár rájuk egyrészt konkrétan, azon túl, hogy konzultál az orvossal a folyamatról természetesen. De hogy valójában mi vár rá? Mit vár tőle? Hogyan van az élet azután? Milyen rizikók vannak? Visszafordíthatatlansággal kapcsolatos kérdések. Tehát mennyire tudja azt, hogy hogy van az élet azután? Szerintem sajnos az esetek többségében nem készülnek fel erre megfelelően. Pont ezért kéne erősíteni azt, hogy teamben történjen, tehát szigorúan teamben történjen a munka egy-egy ilyen beavatkozás előtt, legyen egy pszichológus, akivel mindenképpen beszélgetni kell. Olvastam pár éve egy cikket, egy pszichológus hölgy számolt be néhány olyan esetéről, akik melnagyobbítás előtt keresték fel őt, és neki volt egy nagyon ötletes, és közben egyébként egy nagyon egyszerű javaslata, vagy technikája, hogy hogyan tudnak felkészülni arra, hogy a nagyobb mellmérettel milyen az együttélés. Azt javasolta, hogy egy kis rizses zsákot tegyenek be a melltartójukba, és egy hétig legalább ezzel éljenek együtt. Egyrészt ugye a megnövekedett mellméretet gyakorolják, vagy azt tapasztalják meg, hogy ez mit jelent, másrészt pedig, amit pedig sokan elfelejtenek, hogy ugye az implantátumoknak súlya is van. És hogy ezt is tapasztalják meg, hogy az izmokat teljesen máshogy terheli meg egy nagyobb mellméret a súlya miatt egész egyszerűen. És ezt aztán hétköznapi tapasztalataim is megerősítették, beszélgetve olyan hölgyekkel, akik átestek már valamilyen ilyen mellnagyobbítós műtéten, hogy egyrészt beszámoltak arról, hogy mennyire elégedettek azzal, meg mennyire jót tett az ő önértékelésüknek az, hogy meglépték ezt. Ugyanakkor volt egy nem várt következmény, hogy azóta fáj a hátuk. Mert hogy, ahogyan az előbb is mondtam, az implantátum súlya teljesen máshogy terheli meg a hátizmokat. Úgyhogy kérdésedre válaszolva, egy csomó olyan dologra nem gondol az ember egy ilyen műtét előtt, ami utána következményként várhat rá, akár testileg, akár lelkileg. És egy ilyen esetben fölmerült a kérdés, hogy most megérte ezt, hogy igen, egyfelől javult az önértékelésem, de közben meg hát fájdalommal kell együtt élnem. Tehát, hogy hol van itt az előny, a hátrány ebben a folyamatban, és emiért érdemes lenne mindenkinek ezt tényleg nem csak az orvos szemszögéből látni, hanem a lelki, illetve az egyéb következményekkel is szembesülni előre. Most érdekes az önértékelés szót, ugye többször említetted. Lehet, hogy egy megcsappant önértékelés lehet az egyik fő motivációs ok azoknál, akik részt vesznek egy ilyen beavatkozáson? Hogy látod te pszichológusként? Igen, abszolút. Tehát ezt abszolút. Így kutatások is bizonyítják, meg tényleg ezek a személyes beszámolók, amiket eddig hallottam, azokban is ez jelentősen előjött, hogy nem volt elégedett önmagával, alacsony volt a testértékkel, és a szorongott a társas helyzetekben, és hogy ezért választotta a műtétet, mert úgy érezte, hogy az adott testrészével ő annyira elégedetlen, hogyha azt megváltoztatja, akkor az jelentősen hozzájárul. Az
az általános jólétéhez. Szűrik-e egyébként az ilyen beavatkozások előtt azt, hogy mondjuk az ilyen pszichológiai terheltség, vagy még az önértékelési zavar áll esetleg egy ilyen beavatkozás hátterében, és hogy van-e szűrőrendszer, van-e olyan, amikor azt mondja egy plasztikai sebész, hogy nem indokolt a műtét elvégzése, illetve ez a motiváció az nem megfelelő, vagy nem elegendő motiváció ahhoz, hogy egy ilyen nagy beavatkozást elkezdjünk. Ezzel nincsen személyes tapasztalatom, de a legjobb tudásom szerint nincsen erre még kidolgozott rendszer, illetve ugye, ha nézzük az anyagi oldalát egy-egy ilyen sebészet működésének, akkor nekik nyilván az az érdekük, hogy minél több kliensük legyen. Viszont azt tudom, hogy például itt Pécsi Klinikán is van pszichoterapeuta alkalmazásban, viszont ott is csak úgy tudom, hogy aki szeretne, az fordulhat hozzá, tehát nincs benne ez a kötelező jelleg, hogy mindenképpen átesnek a potenciális páciensek egy szűrésen. Pedig nagyon jó lenne, mert hogy nagyon sok esetben úgymond nem oldja meg, tehát nem csak az a probléma, hogy ő elégedetlen akár az orrának az alakjával, akár a mellének a méretével, hanem egy hangulatzavar, egy testképzavar áll a háttérben, és abban az esetben egy műtét nem fogja megoldani a problémát, a szorongása, az elégedetlensége ugyanúgy megmarad. Közben, hogyha előre mondjuk átesne egy ilyen szűrésen, akkor kiderülhetne, hogy milyen jellegű professzionális segítségre van szüksége. Ugye az érdekes, hogy az adott testrész megváltoztatása mondjuk hozhat egy olyan megélést, hogy azzal a testrészemmel elégedettebb vagyok, most szebb az orrom, most szebben áll a fülem, és így tovább. Na de mi van az összes többivel? Ugye, hogy az erre való felkészülés is egy nagyon érdekes folyamat, hogy én csak azt a testrészt módosítom, nem a lényemet. Így van. Ebben a kutatások nagyon sokféle eredményt mutatnak, mert egyébként szerencsére az esetek többségében tényleg olyanok, vagy olyan kérdések és olyan problémákkal fordulnak, és választanak egy-egy ilyen műtétet a hölgyek, amelyben tényleg javítja az önértékelést, tehát tényleg pozitív hatása lesz hosszú távon, akár úgy is, hogyha csak egy-egy testrész változik meg, és azáltal, hogy ezzel az adott testrésszel ő elégedettebb lesz, az úgy az egészleges önértékelésére, önbecsülésére pozitív hatást gyakorol. Tehát a többségében ezt mutatják az eredmények, ugyanakkor arra, tehát ez tényleg fontos szem előtt tartani, hogy sok esetben egy pszichiátriai zavar áll valójában az elégedetlenség hátterébe. Most csak, hogy egyet megemlítsek, a test diszmorfiás zavar, annak is az a jellemzője, hogy nagyon sokat foglalkozik az egyén a megjelenésével, elégedetlen a fizikai jegyeivel, a testének a vonásaival, és sokszor ugye úgy, hogy közben a környezete nem látja ennek valós okát, nem látja azt, hogy milyen tényleges indok áll mögötte, hogy igen, neked tényleg egy kicsit az orrod nem a legszebb alakú, vagy legkifinomultabb alakú, hogyha lehet így fogalmazni. És sok esetben ugye ezt gondolhatnánk azt ez alapján, hogy ő csak elégedetlen, tényleg csak így úgy szeretne kinézni, mint az az influencer ott az Instagramon, de egy pszichológussal való beszélgetés, ugye ezt ki tudja szűrni, hogy tényleg zavarról van szó, vagy csak egy magasfokú elégedetlenségről, amiben a műtét segíthet, vagy nem. Egyébként abban is érdekes különbségek vannak, hogy nyugati, illetve keleti társadalom, ha azt nézzük, mert hogy keleten inkább az arc, ami fókuszba kerül, nyugaton meg inkább ez a felső test, tehát a mell, illetve a has plasztika, itt ezek a területek, úgyhogy ebben is nagy különbségek mutatkoznak. Érdekes, a szépség ideál az, ami talán ez befolyásolja, nem az aktuális, vagy az adott kultúrkörben az aktuális szépség ideálnak való megfelelés, jól sejtem ezt? Ez így van. Az emberiség eredete óta a szépség iránti vágy, ez egy univerzálisan jelenlévő motiváció, mindig is törekedett az ember a szépség elérésére, és igen, ahogy megnézzük a kultúrákat, meg az évszázadok során, ahogy változtak ezek az ideálok, a Vénusztól elindul a mai vékony, sőt, sokszor már irreálisan vékony testalakra gondolunk, akkor is láthatjuk, hogy mekkora változások vannak akár évszázadokban, és akár ugye a társadalmi berendezkedés alapján. Fanni, mikor mondja egy pszichológus azt, hogy indokolt egy ilyen beavatkozás? Tehát egy adott embernek ez bizony szükséges. Nyilván van, amikor egészségügyi oka van, arról nem beszélünk, hanem nézzük a többit. Igen, ezt tényleg így fontos lenne definiálni, hogy is kiemelted, hogy oké, hogy plasztikai sebészet,
és azon belül beszélünk a szépészeti beavatkozásokról, de hogy ez mit is jelent, ugye ez fontos, hogy ezek mind szabadon választható beavatkozások, és ahogy te is mondtad, nincsen orvosi indikáció a hátterébe, hanem tényleg csak azt célozzák, hogy valamilyen testrész megváltoztatása által a kliensnek a vonzereje egy összességében növekedjen. Tehát igen, ezt így fontos szem előtt tartani. És egyébként ez egy nagyon jó kérdés, hogy egy pszichológus az mennyire mondhatja azt, hogy igen, mehetsz, vagy hogy hogyan történne egy ilyen szűrővizsgálat, hogy nekem csak akkor lenne jelzési kötelezettségem, hogyha azt látom, hogy tényleg valamilyen pszichiátriai zavar áll a háttérbe, és látom, hogy egy beavatkozás, egy művi beavatkozás nem fogja megoldani az ő problémáját, vagy mondhatom azt, hogy teljesen rendben vagy, és szabadon mehetsz. Szerintem inkább azt mondhatom, hogy nincsen olyan indikáció, ami miatt valamilyen más professzionális segítséget javasolnék, kevésbé mondhatom. Én legalábbis úgy látom azt, hogy neked szükséged van rá, és mennyi. Tehát ilyen szerintem így nem helyén való, és nem szakmai. Van-e olyan testi elváltás, tud lenni ugye az élet során, akár egy baleset, akár egy betegség, akár egy műtét, akár egy hirtelen fogyás, hirtelen testformaváltozás, gyermekszülés után egy olyan testváltozás, ami mondjuk szemmel nézve indokoltá teheti a beavatkozást. Gondolod, vagy jól érzem, hogy az előző mondatodból következik az, hogy tulajdonképpen bármilyen változáson esik át a testünk, azzal, amit képesek lehetünk megbirkózni, és azzal utána tovább beavatkozás nélkül együtt élni? Tehát ez mind csak egy belső lelki munka kérdése volna? Elfogadni a testünk változását, legyen szó bármiről is? De azt gondolom, hogy alapvetően ez lenne az elsődleges. Tehát ha műtéti úthoz is nyúlok, akkor is annak is, ahogy az elején beszéltük, a következményeivel annak is meg kell küzdeni lelkileg, vagy hát fel kell dolgozni egy megváltozott. Ott is van egy megváltozott testalak tulajdonképpen, vagy legalábbis egy testrész mindenképpen változik. Tehát ott is van egy lelki munka. Mindenképpen van egy lelki munka mindenféle testi változás során. Úgyhogy én inkább úgy fogalmaznék, hogy lelki munka nélkül semmilyen testi változást nem, illetve változtatást nem lehet szerintem az egészleges jól lét, egészleges elégedettség szempontjából tényleg jól, és úgy megélni, hogy abból fejlődjön tovább az egyén. Úgyhogy inkább így fogalmaznék. Ugye aki erre az útra lép, ugye arról beszéltünk itt néhány perccel ezelőtt, az azért teszi, mert valamiféle külső nyomást érez, akár médiából jövő, közösségből jövő, belső késztetés, önmagával való elégedetlenség. Kérdés, hogy aztán a visszajelzések, amit valójában aztán megtapasztal a társadalom részéről, azok milyenek, tehát magyarul a társadalmi megítélése a plasztikai beavatkozottaknak milyen. Erre kitér a kutatásod, és erről van-e információd? Ezzel én konkrétan nem foglalkozom, én kifejezetten a nyitottsággal, illetve azokkal foglalkozom, akik már átestek műtéten, és hogy ők hogyan élték meg ezt az egész folyamatot. De hát, illetve egyébként az általános kutatás is inkább ezt az oldalt közelíti meg, nagyon kevés foglalkozik azzal, hogy tényleg milyen a megítélés. Én azt látom, meg ezt mutatják ezek a kutatások, hogy alapvetően már egyre pozitívabb, tehát egyre inkább elfogadja ezt a társadalom, és lehet, ez így most furcsán fog hangzani, hogy egy természetes részévé válik az életünknek, de hogy tényleg tudunk róla, ismerjük, és egyre elfogadottabb lesz. Ugyanakkor az is nagyban befolyásolja, hogy ki csinálja, tehát a férfiak esetében ez még mindig kevésbé elfogadott, mint a nők esetében. A társadalmi berendezkedés is nagyban befolyásolja, hogy mi a megítélés. Azt mutatják a kutatások, hogy az életkor, tehát fiatalabbak esetében nehezebben értik meg a igen. Külső környezet, hogy miért tette. Így van, a miért tette, ezt kevésbé értik meg, illetve a természetesség. Ugye ma már a technológiák fejlődésével egyre jobban meg tudják úgy csinálni a beavatkozásokat, hogy a sokszor észre sem vesszük, hogy valaki átesett egy ilyen műtéten. Viszont ugye az is előfordul, hogy valaki úgymond túlzásba viszi, tehát látszik, hogy ő már számos botox kezelésen esett, tehát a száját elég vastagra töltötte föl, tehát ami tényleg ilyen szembeötlő, és olyan méreteket mutatnak a műtét általi változások, amiket már nem tudsz észrevenni. Azok ezen esetek
kell szemben, én még mindig úgy látom, hogy ezt így kevésbé tudja elfogadni a társadalom, és megint csak azért, mert nem érti a miért, tehát a háttérmotivációt. Viszont az olyan esetek, akik tényleg maradtak a természetesség keretein belül, és tényleg azt a formát próbálták visszahozni, ami mondjuk, tehát ha mondjuk egy szülés után egy hölgy elmegy mellfelvarrásra, hasi plasztikára, hogy egy ilyen beavatkozás által azokat a formákat próbálja visszanyerni, és tulajdonképpen imitálni ezzel a műtéttel, amit korábban ő fiatal korában mutatott, vagy amivel rendelkezett. Ezen esetekben szerintem már teljesen elfogadó a társadalom. Egy nagyon érdekes dolgot mondtál itt egy-két perccel ezelőtt, amikor túlzásba viszi az ember. Egy ilyen érdekes rizikó is van a kozmetikai műtéteknél, hogy nem lesz elég, ugye meg sem egyszer, aztán kétszer, aztán háromszor, aztán végtelenszer, és tényleg így túlmegy már egy bizonyos határon. Ennek is lelki oka van, vagy ennek, tehát erről mit tudunk? Az ilyen esetekben is általában valamilyen nem azonosított zavar, pszichiátriai zavar áll a háttérben. Például a kényszerességhez fűződő, tehát például ez a testdiszmorfiás zavarban küzdő embereknél is azt figyelt meg, ez is, hogy egy kicsit kényszeresség jegyeit is mutatja, mert hogy vannak ilyen viselkedési rituálék, hogy nagyon sokszor ellenőrizgeti magát a tükörbe, hogy ötször visszamegy, még ötször beállítja azt a hajtincset. Tehát akinél ezek a jegyek megmutatkoznak, ezek az ismétlődő repetitív viselkedések, és az erre való hajlam magasabb, az ő esetükben mutatják azt a vizsgálatok, hogy ők azok, akik hiába történt meg egy beavatkozás, még elégedetlenek, még többet akarnak, mert úgy érzik, hogy még az kell ahhoz, hogy ő jobban legyen, és akkor ez így egyszer csak kicsúszik a kezükbe. Ez érdekesen a testképzavarnak a megjelenése, hogy az életkorhoz köthető, hogy jellemzően milyen életkorban tud ez megjelenni egy adott ember életében? Fiatalkorban, tínédzserkorban, kisgyerekkorban már? És ha igen, akkor miért? Azt gondolom, hogy talán az egyik időszak, amikor ez halmozottan megjelenhet, vagy hát fokozottan megjelenhet, az a tínédzserkor, mert hogy akkor ugye a természetes változások, hormonális változások, amin alapból átmegy ugye a szervezetünk, azzal is szembesülni kell, és egyre jobban megélik ugye azt a lányok, hogy nem úgy nézek ki, nekem nagyobb a mellem, neki nagyobb a feneke, hogy átalakult az arcom, a bőrnek a tónusa, a megjelenése. Tehát, hogy olyan változásokkal kell egyébként is szembenézni, amik veszélyeztetettebbé teszik ezt az életkori populációt. Ugye és nagyon hangos a külvilág, ugye? Tehát a külső zaj az túl nagy, a fiatal nem tudja, mihez igazodjon, mi a mérce, mihez képest vagyok, szép vagy nem jó, vagy fogadhatom el magam. Ugye nem sok segítség jön kívülről. Így van, és a médiából elárasztó információhalom, az nem segíti ezt a folyamatot egyáltalán. Amit én kutatok, a tárgyasított testtudat, az, ami még így a médiával kapcsolatban egy fontos szempont lehet, mert hogy azt érezteti a lányokkal, hogy a testüknek az a feladata, hogy esztétikailag gyönyörködtető legyen, mintha egy tárgy lenne. És aki ezt a hozzáállást internalizálja, az belsővé teszi, és azt gondolja, hogy tényleg, tehát így kezd el gondolkodni a saját testéről, annak is megnő a veszélyeztetettsége, akár egy testképzavar, vagy ehhez szorosan kapcsolódó evészavar kialakulásában, illetve azt mutatják az én kutatásaim is, illetve nemzetközi kutatások is, hogy az ilyen tárgyasító gondolkodás az a kozmetikai műtétek iránti nyitottságot is növeli. Pont ezért, mert hogy azt gondoljuk, hogy a testünket kedvünkre változtathatjuk, és erre egy kiváló eszköz a kozmetikai műtétek használat. Nagyon nagy kérdés, hogy akkor, ha nem ez az út, akkor mi az az út, ami mondjuk elvezet egy olyan elégedettséghez, egy olyan belső békéhez, amiben azt tudjuk érezni, akár tinédzserkorban, akár aztán később időszakokban, bármilyen változáson is túl, ugye, hogy békében vagyunk magunkkal, úgy van jól, ahogy van. Úgy lehet vele együtt élni, ahogy van. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Így van, és ez lenne egyébként a kutatásomnak az egyik célja, hogy valamilyen választ kapni arra a kérdésre, hogy hogyan tudjuk segíteni a serdülőkorú lányokat abban, hogy ebben a hatalmas információ tömegben, ami elárasztja őket, ebben boldogulni tudjanak, és ne azt éljék meg, hogy ennek is meg kell felelni, hanem meg tudják találni azt, hogy mi az, ami tényleg fontos, mi az, amit inkább ki kell zárni, és mi mentén alakuljon, vagy mit építsenek be
az ő identitás fejlődésükbe. Tehát nem az lenne a célom, meg nem az a célom a kutatással, hogy arra felé terelni a serdülő lányokat, hogy jaj, nehogy kozmetikai műtétet csinálj, tehát ez semmiképp, és ezt, ahogy mondtam, az én is nem mondanék senki. Tehát, hogy akinek nincsen olyan zavar a háttérben, ami nagyon-nagyon indokolja azt, hogy más jellegű ugye, professzionális segítséget megkapja, rajtuk kívül igazából is senkinek, én, mint pszichológus nem érzem azt, hogy azt mondanám, hogy menjél vagy ne menjél, tehát semmiképpen sem lebeszélni szeretném a lányokat, csak hogy azt kialakítani, hogy ne egy külső nyomásra válasszák ezt a műtétet. Tehát a kérdőív, amit például használok, ennek a mérésére az is három dimenzióban nézi a nyitottságot a kozmetikai műtétek iránt. Az egyik az egy ilyen megfontolást, hogy egyáltalán szóba jöhet-e, de ami nekünk most így fontos ebben a kérdésben, az az intrapersonális, illetve a szociális dimenzió. Mert hogy az intrapersonális dimenzió az pont azt ragadja meg, hogy azért mennék el műtétre, mert hogy attól én úgy érzem, jobban érezném magam, vagy azok az emberek menjenek el műtétre, akiknek ez segít abban, hogy elégedettebbek legyenek önmagukkal. Tehát a belső motivációkat próbálja megragadni. Miközben a szociális dimenzió pedig olyan állításokat tartalmaz, hogy mert a partnerem különben elhagyna. Vagy azt gondolom, hogy ha nagyobb a mellem, akkor nagyobb a esélyem van magasabb pozíciót elérni a munkahelyen. És hogy inkább abban szeretném segíteni a serdülőket, hogy hogyan tudnak jól lenni úgy önmagukkal, hogyha valamilyen változtatást is szeretnének a testükön, azt saját magukért tegyék, és ne külső nyomásra. Mi az, ami szép, hogyha fölteszik neked a kérdést mondjuk akkor a tinédzserek, akkor a pszichológus mit mond? Mi az, ami szép? Hát van ilyen? Van általános szép? Azt mondhatnánk, hogy a társadalom szerint van, hiszen ugye mindig van egy ideál, amit követünk, vagy aki sikeresebb a párválasztás piacán, de én így nem mondanám meg senkinek, nem tudnám ezt így definiálni, hogy mi az, ami szép. Inkább azt mondanám, hogy az lehet szép, akiből sugárzik a kiegyensúlyozottság. Az, hogy ő jól van önmagával, és hogy ugyanakkor nem csak egy ilyen beletörődő elfogadás van, hanem egy aktív elfogadás van. Tehát ugyanakkor ő törődik a külsejével is, és törődik a lelkével is. Tehát mind a testi-lelki egészség, amit ugye szoktak így hangoztatni, de ez szerintem tényleg így van, hogy az a szép, akiből árad az, hogy ő jól van önmagával. És köszöni szépen a világ véleményét, ő elégedett. Őri Fanni, nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Önöknek is köszönjük szépen, hogyha itt voltak és meghallgatták a beszélgetést. Tudástér, legközelebb két hét múlva lesz, mi itt leszünk, várjuk Önöket akkor is. Minden jót, viszontlátásra! Thank you.